Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Mögöttem egy vasútállomást látható, mégpedig nem is akármelyik, hanem a paksi régi vasútállomás. És egy kicsit ezt fogjuk körbejárni, csak így pár percben. Hát ez elhagyatottan áll, egyébként a szintén részben elhagyatott, legalábbis személyi szállítás szempontjából elhagyatott paksi vasútvonal mellett. Ugyanis itt működött az annó a, hát egy ilyen vicinális jellegű vasúti múzeum. Itt ugye Ópaks néven volt egy megállóhely abban az időben, amikor már a vasút arra mögöttem a város felé tovább ment, és ugye az atomerőmű közelében van most a paksi vasútállomás, illetve hát van egy Paks Dunapart megálló hely, ami a város központjában van. Korábban itt a városon kívül volt a vasút végállomása, hát tulajdonképpen az atomerőmű építésével kapcsolatban hosszabbították meg. Később itt a 80-as években ugye vasúti múzeum létesült, mint azt már mondtuk. Egy ilyen vicinális kis múzeum volt, tehát ilyen mellékvonali járművek és emlékek voltak kiállítva, de hát a Füsti megnyitásával ugye az emléktárgyak, főként a járművek oda kerültek át, így ezt a kiállító helyet megszüntették, és most ez az épület üresen áll. Hát járjuk egy kicsit körbe, nézzük meg, hogy mi maradt itt. Videóban láthatjátok az épületek nagy részét, kisebb dzsungelharc árán lehet megközelíteni, de szerencsére egyben van minden, úgyhogy reméljük, hogy így is marad, és reméljük, hogy majd egyszer valamilyen méltó funkciója lesz neki, és nem az enyészeté lesz. Hát köszönöm, hogy ebben a kis kalandozós, picit urbexelős vlogban is velem tartottatok. Gyertek velem legközelebb is. Sziasztok! Tschüss!